A nagyszerű Csontok és Kapuk írója és rendezője készítette a tavalyi év egyik legnagyobb meglepetését. Brolin Szelbok 99 első nézésre egy a 70-es évek grindhouse stílusába elkészített ostoba polgárpukkasztó B-filmnek tűnik, aminek csak annyi a lényege, hogy véres és fájdalmasan brutális akciójelteket láthassunk a képernyőn. Azonban akik látták a Csontok és Kapukat, sejtetik, hogy mindez csak a látszat. Minden döntésnek van egy mögöttes tartalma, ami másfajta megvilágításba helyezi a történéseket.